Csak Nyíregyházán közel 2500 ügyfél kereste fel az általunk megkérdezett pénzügyi tanácsadó irodát, mert úgy gondolják, a deviza hitelek forintosítása után nem helyesen számolt el a bank a havi törlesztő részletüket. A szakemberek azt javasolják, még azelőtt keressék fel az adósok a pénzintézeteket, mielőtt tartozást halmoznának fel a pénzügyi intézmények jelentős részének van valamilyen kidolgozott segítsége, megoldási javaslata a fizetési nehézségek esetére. Amennyiben a fizetési nehézség ennél súlyosabb, tehát konkrétan fizetési problémákba csapát esetleg 90 napon túli tartozás halmozódik föl, abban az esetben is további lehetőségek állnak rendelkezésre. Itt már nem feltétlenül csak a pénzügyi intézmény által felkínált lehetőséggel lehet élni. Jelen pillanatban is működik Magyarországon a Nemzeti Eszközkezelő nevű megoldás, amely az adósok a megvásárlásával egy tartós béleti viszonyt tesz lehetővé, tehát tulajdonképpen mindenki az otthonában maradhat ennek az eszköznek az igénybevételével. Ezen túl idén ősztől a családi adóságrendezés rendszere is elindult. A csődvédelmi szolgáltatással akár racionalizálni tudja az adós a család kiadásait és költségvetését is. Az ingóságok elvesztése főként az autóhiteleseket érinti. A gépjárművek esetében pedig jellemzően az szokott lenni a probléma, hogy míg a hitel fizetési kötelezettség az folyamatosan fennáll, és általában azt tudjuk, hogy egy hitel esetében jóval többet fizetünk vissza, akkor is a nem devizahitelről van szó, mint amennyit felvettünk. A kapcsolódó értéktár, tehát a gépjármű értéke viszont folyamatosan csökken, tehát veszít az értékéből egyfajta ollóként eltávolodva ezzel a kifizetett összeg és a, a, gépjárműnek az értéke. Egy gépjármű hitelből is lehet egyébként eszkalálódó probléma, hiszen hogyha az adós tartósan nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségének, akkor a háttérben az ő teljes vagyona ott áll, mint egyfajta fedezet. Az autóhitelesek bár gépjárművöket elveszítik, az elárverezett autók értéke általában a tartozások mindössze 20-30 százaléka, így a hitel nagyobb részét még mindig törleszteniük kell. A végrehajtók először az adós jövedelméből vonhatják le a tartozást, de lefoglalhatják vagyontárgyaikat, vagy akár a lakásukat is.